Egy több mint 30 millió forint értékű pályázat jóvoltából felújításra került településünk közös önkormányzatának épülete. A hivatal épülete, mely a tanácsi rendszer ideje alatt épült, most a belügyminisztérium által kiírt pályázatnak köszönhetően 5%-os önerő biztosításával megközelítőleg 30,5 millió forintból fog megújulni. Tudtuk meg Borbéné Fülöp Hajnalka polgármestertől, aki televízióknak elmondta, az évek során időszerűvé vált az intézmény korszerűsítése. Olyan szinten meglátszik már rajta ez a hosszú időszak, hogy egészségtelen a környezete, tehát salétromos a fal, megsüllyedt a fal, megrepett a fal, és nyilvánvalóan az idő azért, hogy az elmúlt időszakban próbára tette magát ezt az épületet is. Eddig azokat a kötelezően ellátandó feladatot szolgáló épületeket próbáltunk megrendezni, rendbehozni, korszerűsíteni, energetikai szempontból is fejleszteni, amelyek a lakosságot szolgálják ki, amelyek közérdekből ugye fontosak. De most már halaszthatatlanná vált ez az épület, és ezért a belügyminisztérium pályázatára benyújtottuk a pályázati anyagunkat, és kértük, hogy amennyiben lehetséges, kapjunk támogatást az épület felújítására. És erről gyakorlatilag két héttel ezelőtt kaptuk az örömteli tájékoztatást. Maga az épület beruházása nyilászárók korszerűsítéséből, fűtés korszerűsítésből, illetve maga az egész épületnek a szervezeti struktúrája, szerkezete megváltozik. Közfalak áthelyezésével más formába, más struktúrába kerül kialakításra az épület. A lakosok által is könnyebben megközelíthető, akadálymentesen is megközelíthető közintézményt kívánunk létrehozni, illetve tehát sokkal kulturáltabb és egészségesebb környezetben fognak tudni dolgozni a munkavállalók is, illetve területnöveléssel együtt átalakul az épület egy része, és területnöveléssel együtt a körzeti megbízott iroda is, illetve a gazdálkodóknak is, ugye a munkáját segítők is itt kapnak majd helyet, és akkor gyakorlatilag minden ilyen közfunkcióval kiegészülve már egy új korszerű hivatalba dolgozhatunk, és várhatjuk az ügyfeleket. Maga ez az önkormányzati épület, ugye a tetétleni közös önkormányzati hivatalon belül, mi vagyunk a gesztor település, tehát ez a központja ennek a három település közös önkormányzati hivatalának, és hát jelen pillanatban maga a támogatás, vagy a közös hivatal évén ott három főre kapjuk a támogatást, tehát három köztisztviselőre. A többi munkavállalónk pedig különböző pályázati formában, konstrukcióban tud itt dolgozni, és próbáljuk minél színvonalasabbá tenni a lakosság ellátását. A korszerűsítések azonban nem állnak meg az önkormányzat épületének felújításával. A pályázat következő fordulójában energetikai korszerűsítések és egy közösségi tér kialakítása is szerepel. Úgy kerül már kialakítás az épület korszerűsítése, módosítása, hogy egy következő lépcsőben pedig még egy nagy úgymond közösségi teret, ahol akár esküvőket is meg tudunk majd tartani, vagy tudjuk biztosítani a településen ülők számára, tehát még azt majd a következő lépcsőben szeretnénk hozzáépíteni, illetve még további energetikai fejlesztéseket, de ez már egy másik lépcső lesz. Először majd ezt kell tavasszal elkezdenünk és megvalósítani. Az utóbbi időszakban számos fejlesztés valósult meg Tetétlenen, és ezek a hivatal épületének felújítását követően is folytatódnak majd. A közeljövőben a középületek renoválása mellett az önkormányzatnak lehetősége lesz aszfaltburkolattal ellátni a település két utcáját is. 20 millió forint, ugyebár ez már nem jelenleg kapott, tehát nem az idejében kapott támogatás, és bár sokan tudni vélték, hogy ez a forrás már nincs meg, örömmel jelenthetem azt, hogy ez a forrás maradéktalanul megvan, és csak célhoz kötöttem kerül felhasználásra, jelen esetben a Vasalbeltó utca útépítésére, illetve amint a következő forrás is ide érkezik a számlánkra, az pedig a Hunyadi utcának az útépítése. De nyilvánvalóan, mivel az egy hosszabb utca és sokkal rosszabb állapotban van, az útalap is ugye hiányzik, és hatalmas kátyukkal rendelkezik ez az útszakasz. Tehát nyilván az önkormányzat, illetve a település vezetése is tudja, hogy hol milyen beavatkozásokra van szükség. Igyekszünk ezt minél több irányból, több célúan megoldani.
különböző pályázati támogatások és lehetőségek útján. Most elkezdjük ősszel a Vas Albert utcát, és bízok benne, hogy még akkorára utolérhetjük úgymond magunkat a Hunyadi utcával is, és akkor gyakorlatilag majd a téli időszakban a közlekedés sem fog ilyen tekintetben sem problémát okozni. Tulajdonképpen minden önkormányzati épület felújítása, korszerűsítése, energetikai fejlesztése megtörténik ezzel a beruházással, megvalósul. Reményeink szerint e hónapban megkapjuk már a hatályos építési engedélyt az útépítésre is, és azt mondom, hogy akkor infrastruktúrálisan is rendben van a település. Az önkormányzat valamennyi dolgozója a továbbiakban is várja a településünk lakóit különféle ügyintézések céljából, hamarosan pedig egy megújult környezetben, korszerű, minden igényt kielégítő épületben.